Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kedves nézőim, a Német Turisztikai Hivatal vezetője, Celsing Miklós van a stúdióba, és ez nem a reklám volt, a jövő, hisz a pandémiának is egyszer vége lesz, és már arra készülünk, hogy önök jól eltöltsék, ugye a hazai szálláshelyek azok bizonyos férőszámot mutatnak, úgyhogy vannak, akik majd külföldre mennek. Németország nagyon sokat tud ajánlani önöknek. Többek között erről fogunk beszélni, meg arról, hogy hogy lehet értékelni a fiataloknak is Beethoven, hisz Beethoven nem csak a 100 éveseké, hanem a mai fiataloké is. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözöljük a harmadik vendégünket, de azért ő készült a pandémiára, vagy ez a... Így van, szerintem ez egy jó szimbóluma annak, ami most megélünk, hiszen ugye az éves témánk Beethoven, 250 éve született ez a világhíres német zeneszerző, és hát úgy gondoltam, hogy ezt a piros maszkot, amit sajnos mindenhol viselnünk kell, rátettem Beethovenre, hiszen ez mutatja, hogy próbálunk megfelelni a pandémia elvárásainak, de hát közben Beethoven is itt van köztünk. Itt van közöttünk, sőt, itt van ez a kintornás is. Mi ez tulajdonképpen? Ez, nem tudom, mennyire lehet hallani, ez a Führer Liszt játsza, és rajta van a Beethoven év logója, tehát a Beethoven nevének a mássalhangzói, BTHVN és 2020. Ugye a Beethoven évre, amikor készültünk, nem is hittük, hogy ez a 2020-as év valami teljesen más, valami negatívat fog majd a jövőben jelenteni, és ez is egy azon tárgyaknak az egyike, amelyekkel próbáljuk segíteni a Beethoven évnek a megismerését. Tehát a 2020-ból 21 lesz. 2021. Igen, ugye erről szerintem tavaly egyszer beszéltünk, hogy a Német Turisztikai Hivatal az témaévekben gondolkozik, és általában egy kerek évhez kapcsolódik valami. Tehát ugye tavaly, az itt is volt nálunk téma, ugye Bauhaus 100 éves, 300 éve, 3 éve volt a reformáció 500 éves, és most pedig 250 éve született Beethoven. Én nekem nagyon tetszett a Bauhaus prezentációd, amikor a Dohány utcai zsinagóga előtt egy ilyen kamionba megjelent, szenzációs volt, de ugyanakkor nem szabad csak erről beszélnünk, hisz a mai Németország területén ott most megszorítások vannak még, tehát azért ez 21-es projekt lesz, és addig meg kell gyógyuljunk, illetve túl kell, hogy éljük. Így van, tehát ezt nem győzöm mindenhol hangsúlyozni, hogy most itt nem arról van szó, hogy valakit most csábítsunk Németországba. Nyilván ez fizikálisan se lehet meg. Ja, de hogy nem, de ez nagyon klassz, mert már arra készülünk, hogy
túl leszünk így ezen van, egyszer. Tehát pontosan, egy egészséges gyógyulás. Így van, tehát most arra koncentrálunk és azt kommunikáljuk, hogy amikor és amennyiben, és ez reméljük, hogy jövő év első felében meg fog történni, újra szabadon lehet utazni, újra meg lehet nézni Németország szépségeit, akkor például Beethoven, illetve a Beethoven évnek a emlékhelyeit, amiről pár szóba szeretnék majd most beszélni, akkor hajrá is meg lehet őket nézni. Ez a kisfilm, amit bemutattunk, ez tele optimizmussal, színekkel, napfénnyel. Nekem a múlt század Berlinének a jobbik részét mutatta. Ez érdekes, lehetséges, hogy igazad van, és van benne valami. Valóban ez egy pörgős film, ez egy színes film, és azért nagyon fontos, hogy így próbáljuk meg Beethovent kommunikálni, hiszen a fiatal generációt szeretnénk nyilván az idősek mellett megszólítani. Beethovenistákká tenni. Beethovenistákká tenni, igen, hiszen például a Spotify-ton is a második helyen van a letöltésben Beethoven Bach után egyébként, úgyhogy ilyen 5 milliós letöltése van körülbelül havonta. Tehát ugye aki ezt a filmet látta, az érezhette belőle, hogy ez nem egy régies, időseknek szóló klasszikus zene, amitől nagyon sokszor kicsit távol tartják magukat a fiatalok, hanem ahogy láttuk, fiatalokkal, színekkel, pörgő zenével volt megkreálva ez a film. Akkor, amikor emlékhelyekről akarsz beszélni, nézzük, milyen emlékhelyei vannak Beethovennek Németországban? Ugye, ahol Beethoven volt, és elég sok helyen volt Németországban és Ausztriában is, Beethovennek az élete, B mint Beethoven, Bonntól Bécsig, hiszen Bonnban született, ugye 250 éve, és közel, most már két hét múlva egy éve, hogy megnyitották a fölújított, gyönyörűen átépített és megcsinált Beethoven múzeumot, és ugye az volt a terv, hogy majd ez lesz a központja a Beethoven évnek. Hát ugye tudjuk, hogy ugye márciustól leállt minden, és nem így lett, ezt szeretnénk majd nyilván 2021-ben folytatni. A Bonnban lévő épület az, ami a központi emlékhelye Beethovennek, és ezen kívül Bonn városában 17 megjelölt pont van, amit hogyha valaki majd turistaként, amikor már lehet menni, Bonnban van, fölkeresheti, és mindegyiknek van egy kötődése Beethovenhez. Ugyanúgy mondjuk Kölnben, ahol fiatal korában már koncertezett, vagy Lipcsébe, Berlinben, tehát a legtöbb német városban van Beethovennek emlékhelye, és persze, ugye ez nem az én reszortom, de azért megemlítem, ahol meghalt, Bécsben szintén nagy kultusza van, és azért az osztrákoknál is szerintem Mozart után azért elég előkelő helyen van, hogyha ezt a zenei rangsort nézzük. Na de hogyha valaki elkezd egyszer zongorázni, tanulni, akkor is egy Beethovennel kezdi. Hát igen, ugye ahogy mondtad te is, meg én is tanultam zongorázni gyerekkoromban, és ez egy aránylag egyszerű zenedarab, ugye ez a Führer Ease, és ez is ugye egy olyan zenedarab, ami népszerű, ami ismert. Tehát egy zeneszerzőt úgy lehet szerintem a fiatalokkal, meg a nem zeneértőkkel megszerettetni, hogyha közismert dallamokat játszunk neki. Ugye ez egy könnyebb... Hát 5 millió letöltés az önmagáért beszél. Így van, de hát komolyabb művekről is beszélhetünk, hiszen ugye az Andy Freude, tehát az Örömóda, a 9. szimfónia, hát az Európai Uniónak a himnusza, az is Beethoventől van, vagy az Eroika például. És az is nagyon érdekes egyébként, hogyha már itt a technológiákról beszélünk, hogy a CD lemeznek az alapegységét úgy határozták meg, hogy amennyi idő alatt, tehát 74 perc alatt lejátszották a 9. szimfóniát, és ez lett az alap mértéke a CD-knek, ennek kellett egy lemezre ráférnie, és ez is szerintem egy érdekes kapcsolódás a modern technikával. Ez egy jó mértékegység, a modern technika és Beethoven. Valahogy el is kell jutni Németországba. Napjainkban nem jutunk el sehogy, hisz a határok zárva vannak, tetszik vagy nem tetszik. Szerinted mi következik ezután? Így fogjuk majd a fejünket rángatni egy repülőtéren, mint egy teniszmeccsen, hogy újabb Lufthansa repült el, újabb nem tudom én kicsoda, és ne válogassak most repülőtársaságok között, vagy fölünk egy vonatra, és kényelmesen, aztán ott bérlünk magunknak egy ilyen
buszt, amiben lakni is lehet, és úgy végigjárjuk, vagy mi a jövő? Mire készültök? Tehát következő, ez egy nagyon aktuális kérdés, és megint, ahogy Murka mondtad, készültél, meg ez egy abszolút passzoló kérdés a mostani helyzethez. Tehát azt kell látni, hogy most aki akar, aki nem akar utazni, senki se tud utazni. Viszont van egy nagyon jelentős réteg, aki mindig utazott és mindig szeretett utazni. És mi abból indulunk ki, a turisztikai emberek, hogy ez a réteg, mint a startvonalnál áll, és vár, hogy eldőrenjen a pisztoly. Most amikor el lehet kezdeni utazni, akkor nyilván, akkor jön a következő kérdés, hogy mi az a fajta közlekedési eszköz, ami számomra a legbiztonságosabb, a legmegbízhatóbb, és mivel tudom a családom, meg saját egészségemet megőrizni. Ugye az első az, hogy a légitársaságok is, ugye a Lufthansa-t említetted, maximálisan megtesznek már most annak a kevés gépnek, ami még közlekedik, tehát mindent megtesznek az érdekébe, hogy ne legyen semmilyen fertőzés, a belső légkeringetési rendszer, a csekkolás mielőtt valaki elindul, ezek a jogszabályok mondjuk mindig változnak, de itt is megtesznek mindent, és a másik meg, amit szintén ugye említettél, hogy Németország egy olyan aránylag közeli desztináció, ahová el lehet vonattal is jutni, és akkor ott mondjuk gépkocsit bérelni, vagy pedig a helyi tömegközlekedést használni, a legtöbb német nagyvárosban ez fantasztikusan jól meg van szervezve, erről is már régebben beszéltünk, illetve az sem ördögtől való, hogyha egy család beül egy kocsiba Budapesten, és 6-7 óra alatt eléri az első német területeket, mondjuk Dél-Bajorországba vagy Dél-Szászországba, és ott aztán tényleg nem kell keveredni senkivel. Most viszont eljutottunk odáig, hogy beszélgetésünk 30 másodpercével, hátralévő percével, tanácsokat kell adja a nézőknek, mit vásároljanak Hanukára és Karácsonyra. Szerintem a legjobb lenne egy jó kis Beethoven lemez ezek után. Így van, igen. Ezeket a lemezeket online is egyébként meg lehet mindenhol vásárolni, és szerintem így Hanuka advent időszakában leülni a kandalló mellé, vagy a meleg fűtőtest mellé egy kellemes itallal, és ezt hallgatni, ennél szerintem nincs jobb várakozási. És arra várakozni, hogy majd ezekre a repülőgépekre újból fölülhatunk a luxusvonatokra, és Németországba bérelhetünk magunknak ilyen lakókocsi szerűségeket, és mehetünk az egyik desztinációra a másikra. Köszönöm, hogy velünk voltál. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra. Megpróbáltam önöknek 7 órától 9 óráig valami olyat hozni, amiben van politika is, van kultúra is, van Közel-Kelet, na meg Beethoven, és a leendő desztinációk. Tovább fogjuk folytatni nem csak Németországgal, hanem a környező országokkal. A lényeg az, hogy amikor kezdünk, akkor ne kapásból mindannyian egyszerre, szépen step by step, és mindenki találja meg a neki legfelelőbbet. Köszönöm, hogy velünk voltál, itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy minket választottak, és akkor jöjjön az általam függetlennek vélt híradó. Ha önöknek más véleményük van, mondjuk építő jellegű, ezt hangsúlyozom, akkor vevők vagyunk rá. Jöjjön a híradó. Tartsanak velünk.